Sziasztok! Köszöntelek benneteket újra a hétfői tippekben. Én éppen most Sziget-Szent Miklóson vagyok, és amíg a mai, illetve az e heti tippet elmondom nektek, váltok kameraállást, hogy ti is lássátok azt, amit én is látok. Nyilván hallani is halljátok, hogy zajlik az élet itt körülöttünk. Tehát a mai hétfői tippekben, így pünköst hétfőn arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a héten elég jelentőségteljes napnak nézünk elébe, mégpedig készüljetek 26-ára, szerdára tudatosan, ismét egy 10 milliószoros teremtő napnak nézünk elébe, plusz még egyébként telihold is lesz, úgyhogy ennek az előszelét akár már holnap is érezhetjük, illetve hatásait tapasztalhatjuk. Úgyhogy arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy készüljetek tudatosan szerdára, nézzétek meg, milyen vágyok, célok vannak bennetek, és azokra koncentráljatok mindenképp pozitívan, pozitív töltettel. Figyeljétek meg, hogy a gondolataitoknak, illetve a kimondott szavaitoknak milyen előjele van, mindenképp a pozitívra próbáljatok koncentrálni, főleg amiatt is, mert ezek ilyenkor az ilyen teremtő napokon többszörösen hatnak. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy az előjelre, illetve a töltetre erősen koncentráljon, hogy az pozitív legyen, és azt lássátok fejben is, illetve magatok előtt is, hogy mi az, amit megvalósítani szeretnétek, és ehhez rengeteg segítséget fogunk kapni ebben az egy napban is. Nyilván egyébként is kapunk, de ilyenkor többszörösen. Úgyhogy kívánom nektek, hogy a mai napotok teljen pihenéssel, illetve élvezzétek a jó időt is, és koncentráljatok a szerdára, készüljetek rá tudatosan, és legyetek ott a jelenben. Nagyon szép napot kívánok nektek! Sziasztok!